Judit könyve Első rész Nebukadnezár uralkodásának 12. évében történt, aki az asszírok fölött uralkodott Ninivében a nagyvárosban. Abban az időben a médek fölött Egbatanában Arfakszád uralkodott, s három könyök széles és hat könyök hosszú faragott kőkockákból falat épített Egbatana köré. A fal magassága 70 könyök volt, szélessége 50 könyök kapui fölé száz könyök magas, alapjánál hatvan könyök széles bástyákat építetett, és a kapuk ötven könyök magasra emelkedtek. Szélességük negyven könyök volt, ami lehetővé tette, hogy derékhada kitörjön és gyalogsága felvonuljon. Ezekben a napokban Nebukadnezár király megütközött Arfaxát királyal a nagy síkságon, amely Ragau területén volt. Az ő oldalán állt csatasorba az összes hegyvidéki nép, azok, akik az Eufrates, a Tigris és a Hüdasz mellett laktak, továbbá akik Arioknak, Elám királyának síkságán éltek. Így Keleud fiainak számos népe összesereg lett, hogy részt vegyen az ütközetben. Az Asszíria királya Nebukadnezár követet küldött Persia minden lakójához: a keleti vidék, Kiliki, a Damaszkusz, Libanon és Antilibanon valamint a tengerpart minden lakójához, Kármel, Gilád, Felső Galilea, a nagy Ezdrelon síkság népeihez. Szamária és a hozzátartozó városok lakóihoz és azokhoz, akik a Jordánon túléltek egészen Jeruzsálemig. Batanéig, Keluszig, Kádesig és Egyiptom folyójáig, továbbá Tafnesig, Ramessesig és Gósen egész földjéig, Tanisig, és nem fiszik végül Egyiptom minden lakójához, egészen Etiópia határáig. Ezeknek a területeknek a lakói azonban megvetették az asszírok királyának Nebukadnezárnak szavait, és nem csatlakoztak hozzá, hogy részt vegyenek a hadjáratban. Nem féltek tőle, mert látták, hogy magára maradt. Követeit tehát üres kézzel küldték vissza, és anélkül, hogy megtiszteltetésben lett volna részük. Nebukadnezár ezért... Haragra gyulladt ezek ellen az országok ellen. Megesküdött trónjára és királyságára, hogy bosszút áll és kardérre hányja Kilikia, Damaszkus és Szíria földjét, Moab földjének minden lakóját, Ammonfiait, egész Júdát és Egyiptom minden lakóját, egészen a két tenger határáig. A 17. évben seregével megindította Arfaxád ellen a harcot és legyőzte a csatában Arfaxád egész seregét, egész lovasságát, és összes szekereit megfutamította. Városait leigázta, és egész egbatanáig előre nyomult. Elfoglalta a bástyákat, feldulta az utcákat, és gyalázattárgyává tett mindent, ami eddig égessége volt. Arfaxádot Ragó hegyvidékén elfogta, dárdájával átszúrta és teljesen megsemmisítette ezután visszatért csapataival és a hozzászegődött egész nagy sokasággal, a fegyveres emberek megszámlálhatatlan seregével, és gondtalanul átadták magukat a mulatozásnak, ő és a serege, 120 napon át. Második rész a 18. évben az első hónap 22. napján az a hír terjedt el Nebukadnezárnak, az asszírok királyának palotájában, hogy bosszút akar állni az egész földön, amint mondta. Összehívta tisztségviselőit és főembereit, titkos tanácsot tartott velük, és saját szájával kimondta ezekre a vidékekre a teljes pusztulást. Elhatározták tehát, hogy kiírtanak mindenkit, aki nem követi a király parancsát. A tanácskozás befejeztével Nebukadnezár az asszírok királya hívatta Holoferneszt a seregének fővezérét, aki a második helyet foglalta el mellette és így szólt hozzá. Ezt mondja a nagy király az egész Földura, indulj el, védj magadhoz embereket, akik biztosak erejükben, mint egy 120 ezer gyalogost és számtalan lovat, és 12 ezer lovast. És vonulj fel minden nyugati ország ellen, mert ezek az emberek nem engedelmeskedtek parancsomnak. Parancsold meg nekik, hogy tartsák készen a földet és a vizet, mert haragomban kivonulok ellenük. A föld egész felszínét katonáim lábával fedem be, s átengedem nekik, hat fosztogassák. Sebesültjeik megtöltik a völgyeket, s a patakok és a folyók csordultig megtelnek holtesteikkel. Elhurcolom őket fogságba egészen a föld határáig. Indulj hát el, foglald el nekem egész földjüket. Ha megadják magukat, őrizd őket addig a napig, amikor majd elnyerik büntetésüket. Az engedetleneknek pedig ne kegyelmezzen szemed. Hagyd, had írtsák és fosztogassák őket azon az egész területen, amely rád van bízva. Amint igaz, hogy élek, és nagy a királyságom hatalma, szóltam, és karommal a véghez is viszek mindent. Ne meg semmit urat parancsából, hanem a szerint járj el, amint parancsoltam, minden késlekedés nélkül. Holofernes eltávozott urának színe elől és összehívta asszul seregének minden fejedelmét, vezérét és tisztjét, majd ura rendelkezése szerint kiváló harcosokat választott, 120 ezer embert és 12 ezer lovas íjászt. Azután felállította őket abban a rendben, ahogy a sereget szokták felállítani. Teherhordónak számos tevét, szamarat és összvért vett. Az élelmezéshez meg bárányt, szarvasmarhát és kecskét, annyit, hogy nem lehetett megszámlálni. Minden ember bőséges ellátást kapott. Ezen kívül sok aranyat és ezüstöt is a királyi palotából. Ezután egész seregével elindult Nebukadnezár király előtt, hogy szekereivel, lovasaival, válogatott gyalogságával ellepje az egész nyugati vidéket. Hatalmas sereg követte, annyian voltak, mint a sáskák vagy a homokszem a földön. Sokaságuk miatt nem lehetett megszámlálni őket. Elhagyták Ninivét, és három napon át meneteltek Bektilet felé. Bektilettől elindultak, és annak a hegységnek a közelében ütöttek tábort, amely felső Kilikiától balra terült el. Innen egész seregével, gyalogságával, lovasaival és szekereivel behatolt a hegyvidékre, Megverte Pudot és Ludot, megsarcolta Rasszisz fiait, továbbá Izrael fiait, akik Keleontól délre a puszta szélén laktak. Átkelt az Eufrateszen, bejárt a Mezopotámiát, és az Abrana folyó mentén fenekestül felforgatott minden megerősített várost egészen a tengerig. Majd hatalmába kerítette Kiliki a földjét, eltiport mindenkit, aki ellenállt neki odaért Jáfet déli vidékére, amely Arábia mellett fekszik. Bekerítette Midian minden fiát, felgyújtotta sátraikat és elhajtotta nyájaikat. Majd levonult Damaszkus síkságára, a gabona aratása idején, és egész mezejüket fölégette, nyájaikat, gulyáikat megsemmisítette, városaikat kifosztotta, a vidéket elpusztította és kardérrehányt minden fiatalt félelem és rettegés kerítette hatalmába a partvidék minden lakóját. Rémület lett rá Szidon, és Tírus, Szúr, és Okina, Jamnia, valamint Asdód, és Aszkalon lakóin. Harmadik rész Ezért követeket küldtek, hogy kérjenek békét. Ezért így szóltak hozzá, szolgái vagyunk, ne bukad, ne zárnak, a nagy királynak, és leborulunk előtted. Tégy velünk, amit tetszik, majorjaink, egész földünk, vetéseink, nyájaink és gujáink, bekerített karámaink, mind szolgálatodra vannak. Használd őket, amint jónak látod. Városaink és lakóik szolgálatodra állnak. Gyere és bány velünk tetszésed szerint. Az emberek holofernes elé járultak és átadták neki ezt az üzenetet. Ezután seregével levonult a partvidékre, a megerősített városokban helyőrséget hagyott, aztán válogatott férfiakat szedett össze, segít csapatnak. A városok és az egész partvidék lakói koszorúkkal és dobszóra táncot lejtve fogadták. Ő azonban lerombolta a szentélyeiket és kivágta szent ligeteiket. Azt a parancsot kapta ugyanis, hogy a föld minden hatalmasságát semmisítse meg, és minden nemzet csak nebukadnezárnak szolgáljon, minden nyelv és faj úgy könyörögjön hozzá, mint egy hatalmassághoz. Így érkezett meg Ezdrelon elé, dotája közelébe, amely Júde a nagy hegylánca előtt terül el. Geba és Kütopolis között ütött tábort, és egy egész hónapig ott maradt, hogy seregének élelmet szerezzen. Negyedik rész Amikor Izrael fiai, akik Judeában laktak, megtudták, hogy Nebukadnezának az asszírok királyának fővezére, Holofernes, mit tett a nemzetekkel, kifosztotta és lerombolta szentélyeiket, igen nagy rémület vett erőt rajtuk, és rettegtek Jeruzsálemért, és Jahuának, Elohimjuknak templomáért. Nemrég tértek vissza a fogságból, még alig, hogy egybegyült Júda népe, és a szent edények, az oltár és a meggyalázott templom megtisztítása is friss élmény volt. Hírvívőket küldtek tehát egész Szamariába, Konádba, Bethoromba, Belmaimba, Jerikóba, Kobába, Eszorába és a Szálem völgyébe. A legmagasabb hegyek csúcsait megszállták, az ottani helységeket megerősítették, és háború esetére ellátták élelemmel, mert földjeiket épp akkor aratták le. Joakim a főpap, aki abban az időben Jeruzsálemben volt, írt Betilua és Betomestamin lakóinak, amely Ezrelonnal szemközt, a dotein közelében elterülő síkság előtt fekszik, hogy szállják meg a hegyek hágóit, mert csak ezeken át lehetett eljutni Júdába. Könnyen megakadályozhatták az átkelést, mert a hágó olyan keskeny volt, hogy legfőjebb két ember férte el benne. Izrael fiai azt szerint jártak el, amit Joakim főpap, és a nép vezetőinek Jeruzsálemben székelő tanácsa elrendelte. Izrael férfiai minnyáján Jahuához kiáltottak nagy áhítattal, és megalázkodtak. Maguk, asszonyaik, gyermekeik, állataik, s akik velük éltek, sőt a napszámosok és a rabszolgák is, szörzsákkal övezték csípőjüket. Izrael fiai, akik Jeruzsálemben laktak, az asszonyokkal és a gyerekekkel egyetemben mind leborultak a szentély előtt. Hamut szórtak a fejükre, és kitárták kezüket Jahuá előtt az oltárt is szörzsákkal borították le. Hangosan egy szívvel és buzgon könyörögtek Izrael hatalmasságához. Ne engedje, hogy gyermekeiket lemészárolják, asszonyaikat elrabolják, örök részük városait lerombolják, és a templomot megszentségtelenítsék, és gyalázattal és gunnyal illessék a pogányok. Jahua meghallotta szavukat, és tekintetbe vette szorongattatásukat a nép napokon át bőjtölt egész Júdeában és Jeruzsálemben a mindenható Jahua szentéje előtt. Joakim, a főpap és azok, akik vele Jahua színe előtt álltak. A papok és Jahua szolgái mind szörzsákkal övezték csípőjüket. Bemutatták a napi áldozatot, a fogadalmi áldozatot és a nép önkéntes adományait turbányukon hamu volt, minden erejükből Jahuához kiáltottak, hogy tekintsen le irgalmasan Izrael egész házára. Ötödik rész Hírül vitték Holofernesnek az asszír hadsereg főparancsnokának, hogy Izrael fiai ellenállásra készülnek. Megszállták a hegyek hágóit, megerősítették a hegyek magaslatait, és a síkságon akadályokat helyeztek el nagy haragra gerjedt, és összehívta Moab összes főemberét, Ammon hadvezéreit, a partvidék minden szatrapáját. Így szólt hozzájuk. Kánoán fiai, mondjátok meg, miféle nép az, amely a hegyvidékben lakik. Milyen erős a serege? Miben rejlik hatalma és ereje? Ki a királyuk, aki élükön áll és vezeti seregét? A nyugati vidék lakói közül miért csak ők nem jöttek ki elénk? Achior Ammon fiainak vezére ezt mondta neki. Uram, hallgass meg a beszédet, szolgált szájából. Az igazságot mondom el neked erről a népről, amely a közeledben ezt a hegyvidéket lakja. Szolgált száját nem hagyja el semmiféle hazugság. Ez a nép a káldeusok ivadéka. Azelőtt mezopotámiában laktak, mert nem akarták követni Kálde a földjén lakó atyáik hatalmasságait letértek hát őseik útjáról, és az ég hatalmasságát imádták, azt a hatalmasságot, akit megismertek. Ezért azok elűzték őket hatalmasságaik színe elől, így tehát mezopotámiába menekültek, és hosszú ideig ott éltek. Akkor a mindenhatójuk meghagyta nekik, hagyják el lakóhelyüket, és menjenek Kánaán földjére. Ott telepettek le, s igen sok aranyat, ezüstöt és nyájat szereztek. Később énségűtött ütött ki Kánaán földjén, ezért Egyiptomba vonultak, és ott maradtak addig, amíg az élelmet ott találták. Ott igen elszaporodtak, és nemzetségüket nem lehetett megszámlálni. Egyiptom kirája ellenük fordult, és téglamunkára szorította őket. Akkor hatalmasságukhoz kiáltottak, és az Egyiptom egész földjét gyógyíthatatlan sebekkel sújtotta erre az egyiptomiak elűzték őket. Elohim kiszárította előttük a vörös tengert, és a sínai és kádes barnai felé vezető útra vezette őket. A puszta minden lakóját elűzték, és letelepettek az amoriták földjén. Olyan erősek voltak, hogy kiirtották Hesban minden lakóját, majd átkeltek a Jordánon és elfoglalták az egész hegyvidéket. Kiűzték maguk előtt a Kánaánit, perizitát, a jebuzitát, a szichemieket, valamint az összes gírgasitát, és régóta ott élnek. Amíg nem védkeztek, hatalmasságok színe előtt jól ment sorsuk, mert olyan hatalmasságok van, aki gyűlöli a gonoszságot. Amikor azonban letértek a megszabott útról, egy részük elpusztult a sok háborúban, a maradékot meg fogságba hurcolták idegen földre hatalmasságuk templomát lerombolták, városaik pedig ellenségeik hatalmába kerültek. Most azonban újra hatalmasságukhoz tértek, visszajöttek szétszortságukból, azokról a helyekről, ahová elszélettek, újra birtokba vették Jeruzsálemet, ahol templomuk található, és benépesítették a hegyvidéket, amely pusztasággá vált. Most tehát, Uram és parancsolom, ha ez a nép eltévejedett és védkezett hatalmassága ellen, akkor látni fogjuk, hogy az romlásukat okozza. Akkor felvonulhatunk és megtámadhatjuk őket. Ha azonban nincs gonoszság népükben, akkor óvakodjék, Uram, ettől. Mert hatalmasságuk oltalmazza őket, és mi az egész földön gúnytárgyává leszünk. Amikor Achior befejezte beszédét, az egész nép elkezdett zúgolódni, és összesereg lett a sátor körül. Holofernes főemberi a partvidék, és Moab lakói mind azt mondták, hogy darabokra tépik. Mi ugyanis nem félünk Izrael fiaitól, hiszen olyan nép, amelynek nincs sem ereje, sem hatalma kemény ütközetre. Vonuljunk csak fel, seregednek csak egy harapás lesz, parancsolunk, Holofernes. Hatodik rész. Amikor a tanácskozásra egybegyült nép lármája elült, Asszur hadseregének főparancsnok a Holofernes így szólt Achiorhoz, az idegenek egész serege és az ammoniták előtt. Ugyan ki vagy Achior, te és Ammon zsoldosai, hogy profétaként lépsz fel közöttünk? Mint ma is, és azt tanácsolod, hogy ne indítsunk harcot Izrael nemzetsége ellen, mert hatalmasságuk oltalmazza őket. Ki Isten ne bukad záron kívül. Elküldi seregét és elpusztítja őket a föld színéről. Nem mentheti meg őket hatalmasságuk. Úgyhogy mi, az ő szolgái eltiporjuk őket, mint egyetlen embert, és nem tudnak ellenállni lovaink erejének. Elsöpörjük őket minden estől, a hegyeik megrészegednek vérüktől, síkságaik megtelnek halottjaikkal, lábuk ina nem lesz képest vinni őket előttünk végképp elpusztulnak, mondja Nebukadnezár király az egész föld ura, mert ő szólt, és szavai nem maradhatnak üres szavak. Te pedig, Achior Ammon Zsoldosa, aki kiejtetted ezeket a szavakat az eszetlen pillanatodban, a mai naptól kezdve nem látott többé színemet addig, amíg bosszút nem állok ezen a fajtán, amely Egyiptomból vonult ki. Akkor katonáim kardja és szolgáim lándzsája átjárja testedet, a sebesültjeik sorában esel el, amikor majd Izrael ellen fordulok. Szolgáim most elvisznek a hegyvidékre, és ott hagynak a hegy szoros egyik városa közelében. Úgy pusztulsz el, hogy részesedsz romlásukban. Ha csak ugyanél szívedben a remény, hogy úgysem tibrom el őket, akkor ne essék be arcod. Szóltam és szavaim nem maradnak beteljesületlen. Holofernes megparancsolta a sátrában szolgálatot teljesítő embereknek, hogy ragadják meg Achiort, és vigyék Betiluához, és adják Izrael fiainak kezére. Szolgáljára megragadták, és kivitték a táborból a síkságra. Onnan a hegyvidék felé vettek irányt, és eljutottak a Betiluával a szemközti forrásokhoz. Amikor a városok lakói meglátták, őket fegyvert ragadtak, és a városból kivonultak a hegygerincre. A parittyások köveket haigáltak, hogy megakadályozzák előhaladásukat. Erre meglapultak a hegyoldalon, Akhjord megkötözték és ott a hegy lábánál, maguk meg visszatértek urukhoz. Izrael fiai lejöttek városukból, megálltak mellette, feloldották köteleit, Betiluába vitték és a város vezetői állították. Akkoriban a Simeon törzséből való Mikeásnak a fia, Uzia valamint Gotoniá fia, Kábris és Máhiá fia Kámris voltak az előjárók. Összehívták a város véneit. A gyülekezetbe a fiatalok és az asszonyok is elmentek. Akiort középre állították a nép közé, és Uzia megkérdezte tőle, hogy mi történt. Akior beszélni kezdett, és elmondta nekik Holofernes haditanácsát, és annak határozatát. Továbbá azt, hogy ő mit mondott az asszír vezérek előtt, és Holofernes milyen kérkedve beszélt Izrael háza ellen. A nép leborult és imádta a hatalmasságot. Így könyörögtek. Jahua, égnek hatalmassága. Nézd, milyen mérhetetlenül gőgösek és könyörű nemzetünkön, megalázottságában. Fordítsd arcod ezen a napon azok felé, akik neked vannak szentelve. Aztán megvigasztalták Akiort és elhalmozták dicsérettel a gyűlés végeztével Úzia befogadta házába és lakomát rendezett a véneknek. Egész éjszaka könyörögtek Izrael hatalmassága segítségéért. Hetedik rész A következő napon Holofernes parancsot adott egész seregének és összes segédcsapatának, hogy vonuljanak föl Betilua ellen, foglalják el a hegyvidék átkelőit és vegyék fel a harcot Izráfiaival. Ezen a napon harcosai mind fölszedték a sátort. Seregének ereje 120 ezer gyalogosra és 12 ezer lovasra rúgott, nem számítva a málhás csapatot. Azoknak az embereknek a száma, akik gyalog követték, szintén igen nagy volt. Betiló a közelében a völgyben ütöttek tábort a forrás táján. Aztán fölfejlődtek szélességben a Belbáimig, hosszúságban pedig Betiluától az Ezdrelonnal szemben lévő Kyamonig. Amikor Izrael fiai meglátták seregüket, megrémültek és így szóltak egymáshoz. Ezek most letarolják az egész föld színét. A legmagasabb hegyek, a hegyszorosok, a dombok sem lesznek képesek terhüket elviselni. Mindenki fogta a fegyverét, tüzet gyújtottak a bástyákon, és egész éjszaka virrasztottak. A második napon Holofernes felvonultatta egész lovasságát Izrael fiainak szeme láttára, akik Betiluában voltak. Kikémlelte a városukba vezető feljáratot, földerítette a vízforrást és elfoglalta őket. Őrséget rendelt oda, aztán visszatért seregéhez. Ekkor Ézsau fiainak vezérei, a Moabiták népének fejei és a partvidék előjárói mind elé járultak, és így szóltak hozzá. Hallgasson meg bennünket, Urunk, és akkor nem kap egyetlen sebet sem serege. Mert Izrael fiainak ez a népe nem a lándzsákban bizakodik, hanem sokkal inkább arra számít, hogy a hegyek, ahol lakik, magasak. A hegycsúcsaikra való feljutás valóban nem könnyű. Ezért, Uram, ne ütközd meg velük csatasorba állva, akkor nem esik el egyetlen emberet sem. Maradj táborodban és tartsd sereged minden emberét, de szolgáit foglalják el a forrást, amely a hegy lábánál fakad. Mert ez látja a vízzel Betilú a lakóit. A szomjúság majd rákényszeríti őket, hogy feladják a várost. Közben mi és embereink felmegyünk a legközelebbi hegyek gerincére, őrséget állítunk oda, hogy így nem mehessen ki egyetlen ember sem a városból. Az éjség elpusztítja őket, Asszonyaikkal, gyermekeikkel egyetemben, és mielőtt még átjárná őket a kard, már az utcákon hevernek házuk előtt. Így keményen megfizethetsz nekik lázadásukért és azért, hogy nem jöttek ki elét békésen. Ajánlatuk tetszett Holofernesnek és minden szolgájának. Elhatározta hát, hogy tanácsuk szerint jár el. Így elindult a Moábiták egy csoportja, és velük ötezer asszír letáboroztak a völgyben, és megszállták Izrael fiainak vizeit és forrásait. Ézsau és Ammon fiai vonultak ki mellettük, letáboroztak a Dotainnal szemközti hegyvidéken. Embereik egy részét elküldték délre és keletre, Egrebel ellen, amely csúsz közelében, a Mahmur pataknál van. Az asszírsereg többi része a síkságra vonult és elárasztotta az egész vidéket rengeteg sátoruk és máhájuk volt, úgyhogy hatalmas területet elleptek. Izrael fiai Jahuához, Elohimükhöz kiáltottak. Elvesztették bátorságukat, mert ellenségeik körülvették őket, és nem volt mód közülük kiszabadulni. 34 napon át körülzárva tartotta őket az asszír sereg, a gyalogosok, a szekerek és a lovasok. Betilú a lakóinak kifogyott a vízük, sziszternák kiürültek, és már egyetlen nap sem ihattak eleget, mert kimérték nekik az ivóvizet. Gyermekeik elcsüggettek, asszonyaik és ifjaik elepettek a szomjúságtól, összeestek a város utcáin és a kapuk kiáratánál, s már nem volt bennük semmi erő. Az egész nép összegyűlt ifjaik, asszonyok és gyerekek, úzia és a város vezetői körül. Hangosan kiabáltak és azt mondták a vének jelenlétében – ítéljen köztetek és köztünk az Elohim, mert nagy igazságtalanságot követtetek el ellenünk, amikor nem ajánlottatok békét az asszíroknak. Most már nincs senki, aki megmenthetne bennünket. Elohim a kezükbe adott minket, hogy a szomjúság földre tiporjon bennünket előttük, és teljesen elpusztulunk. Legalább most hívjátok őket ide, adjátok át az egész várost holofernes embereinek és az egész seregének prédául. Mert jobb lesz, ha zsákmánya leszünk. Igaz rabszolgák leszünk, de életben maradunk, és nem kell saját szemünkkel látnunk kicsinyeink halálát, sem asszonyaink és gyermekeink pusztulását. Megesketünk titeket az égre és a földre, valamint elohímünkre, atyáink hatalmasságára, aki bűneink, és atyáink törvényszegése miatt büntet bennünket, hogy még a mai napon így jártok el. Aztán az egész gyülekezet nagy jajgatásba kezdett, hangosan kiáltottak Elohimhoz, Jahuához. Uzia így szólt hozzájuk, bátorság testvérek, tartjunk ki még öt napig. Ez alatt Jahua, a mi Elohimünk, felénk fordul írgalmába, mert nem hagyott el minket teljesen. Ha ezek a napok elmúlnak és nem érkezik segítség, szavaitok szerint fogok eljárni. Majd szétoszlatta a népet, mindenkit a maga szállására. A férfiak városok falaira és bástyáira mentek, az asszonyokat és a gyerekeket pedig hazakülték. A város csüggedés kerítette hatalmába. Nyolcadik rész Ezekben a napokban hírét vette a dolognak Judit, Merálinak a lánya, aki Ox fia volt, az József fia, az Oziá fia, az Elkia fia, az Ananiás fia, az Illés fia, az Helkiás fia, az Eliab fia, az Natanáá fia, a Szalamiá fia, a Szaraszádé fia, az meg Izrael fia. Férje Manassá, aki ugyanabból a törzsből és családból való volt, az árpa aratása idején meghalt. Felügyelt az aratókra a mezőn is napszúrás érte. Ágynak esett és meghalt városában, Betiluában. A Dotain és Balamon között elterülő mezőn temették el atyái mellé. Judit özvegyen élt házában három éve és négy hónapja. Háza tetején szobát rendezett be magának, csípője körül szörzsákot viselt és özvegyi ruhát öltött magára. Özvegysége óta minden nap bőtölt, kivéve a szombat előestéjét, a szombatot, az újhold előestéjét, az újhold napját, valamint Izrael házának örömünnepeit. Nagyon szép volt és egész lénye vonzó. Férje Manasse aranyat és ezüstöt, szolgákat és szolgálókat, jószágot és szántóföldet hagyott rá, és ő mindennek birtokában maradt. Senki nem mondott rá semmi rosszat, mert nagyon istenfélő volt. Judit megtudta, hogy a nép vízhiány miatt elkeseredett és zúgolódott a város előjárói ellen. Azt is hallotta, hogy mit mondott nekik Uzia, hogy megesküdött, öt nap múlva átadják a várost az asszíroknak. Elküldte szolgálóját, aki minden jószágra ügyelt, hogy hívják Habrist és Karmist, a város előjáróit. Amikor elmentek hozzá és mondta nekik, hallgassatok meg, Betilu a lakóinak előjárói nem volt igazatok ma, amikor azt mondtátok a népnek, és esküvel is megerősítettétek, hogy a várost átadjátok ellenségeinknek, ha Jahua megszabott időben nem segít. Kik vagytok, hogy így kísértitek a mai nap Jahuát, és az emberek fiai közül fölé helyezitek magatokat? Próbára teszitek Jahuát a mindenhatót. Így nem ismeritek meg nagyságát soha az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni, sem eszének járását kibogozni. Hogyan tudnátok akkor ezek alkotóját, az elohímet kifürkészni, gondolataiba behatolni és terveit megérteni? Nem, testvéreim, óvakodjatok tőle, hogy jahuát, Elohimünket haragra ingerejétek. Mert ha nem akar is minket ez alatt az öt nap alatt megsegíteni, van ereje hozzá, hogy azokban a napokban, amikor neki tetszik, megoldalmazzon, vagy ellenségeink szeme láttára elpusztítson minket. Ne vállaljatok kezességet Jahuának a mi hatalmasságunknak szándékaira. Mert Elohim nem olyan, mint az ember, akit meg lehet fenyegetni, vagy meg lehet ingatni, mint az ember fiát. Ezért, amíg arra várunk, hogy szabadulást ad, hívjuk őt segítségül. Ha úgy tetszik neki, meghallja szavunk. Nincs nemzetségeink között egy sem, Nincs ma egyetlen olyan törzs, nemzetség, család, falu vagy város sem, amely emberkéz alkotta hatalmasságokat imádna, amint ez az elmúlt időkben megtörtént. Atyáink ezért kerültek kardérre, azért fosztották ki őket, és azért estek el nyomorultul ellenségeik előtt. Mi azonban nem ismerünk más hatalmasságot rajta kívül így remélhetjük, hogy nem tekint ránk megvetéssel, és nem fordul el fajtánktól. Ha mi hatalmukba esünk, amint tervezitek, egész Júdát meghódítják, és kifosztják szent helyeinket, akkor vérünkkel kell fizetnünk megszentségtelenítésükért. Testvéreink legyilkolása az ország fogságba hurcolása, örökségünk elnéptelenedése, a mi fejünkre száll vissza a népek között, amelynek rabszolgái leszünk. Botrány és gúny tárgya leszünk legyőzőink szemében. Szolgaságunk ugyanis nem vezet jóra, hanem szégyenletes büntetésé teszi Jahua ami mi Elohimünk. Most tehát testvérek, mutassuk meg testvéreinknek, hogy tőlünk függ az életük, ránk támaszkodik a szenté, a templom és az oltár. Ezért adjunk hálát Jahuának, Elohimünknek, aki próbára tesz minket épp úgy, mint atyáinkat. Gondoljatok arra, hogyan bánt Ábrahámmal, mint tette próbára Izsákot, mik történtek Jákobbal a szíriai mezopotámiában, amikor anyai nagybátyának lábánnak juhait őrizte. Mert amint őket megpróbálta, hogy kifürgésze szívüket, ugyanúgy minket sem büntet, hanem inkább figyelmezteti Elohim a próbatétellel azokat, akik hozzá közelednek. Uzia így válaszolt neki. Amit mondtál, azt jó lélekkel mondtad, és senki sem tud ellenevetni semmit. Nem ma vált először bölcsesség egy nyilvánvalóvá. Gyermekkorod óta ismerte az egész nép okosságodat és szívednek jó szándékát. De hát a nép nagyon szenvedett a szomjúságtól, és arra kényszerített minket, hogy úgy tegyünk, amint mondtuk, és esküvel köteleztük magunkat. Ezt sem szekhetjük meg. Mivel azonban Istenfélő asszony vagy, könyörög Elohimhez, hogy küldjön záporesőt és töltse meg ciszternáinkat, hogy ne pusztuljunk el. Judit így válaszolt neki. Hallgassatok rám! Olyan tettet viszek végbe, hogy emlékezete nemzedékről nemzedékre száll, népünk fiai körében. Éjszaka álljatok a kapunál, és én szolgálom, ma kimegyek azokban a napokban, amelyeknek az elmúltával azt ígértétek, hogy átadjátok a várost ellenségeiteknek, Jahua meglátogatja kezem által Izraelt. Ne kérdezzétek, hogy mit akarok tenni. Nem mondom meg nektek, amíg végre nem hajtom. Uzia és az előjárók azt mondták neki, menj békével, és vezessen Elohim, Jahua járjon előtted ellenségeink megbüntetésére azok elhagyták a felső szobát, és visszatértek szállásukra. 9. rész Judit leborult arccal a földre, hamut a fejére, fölfette a vezeklő ruhát, amelyet viselt. Éppen az az óra volt, amikor Jeruzsálemben az Elohim templomában bemutatják az esti illatáldozatot. Judit hangosan könyörgött Jahuához, és így szólt. Adonai, atyámnak Simaonnak hatalmassága, akinek kardot adtál kezébe, hogy álljon bosszút az idegeneken, akik fölfették egy szűznek az ágyékát, hogy bemocskolják, lemesztelenítették ágyékát, hogy szégyenbe hozzák, és meggyalázták méhét, hogy megalázzák, mert azt mondtad, ilyen ne történjék meg, s mégis megtették. Ezért előjáróikat halára adtad, ágyukat meg, amelyet lealacsonyított a hűtlenség vérfürdővé tetted. Megverted a szolgákat uraikkal és az urakat szolgáikkal együtt. Asszonyaikat zsákmányulattad, lányaikat meg fogságba küldted. Minden vagyonukat szétosztottad kedves fiaid közt, akiket az érted való buzgalom emésztett. Undorodtak vérük meggyalázásától, s téged hívtak segítségül. Ó Elohim! hatalmasságom, hallgass meg engem is, az özvegyet. A te műved volt, ami régen történt, s az is, ami most, vagy a jövőben megy végbe. Kigondoltad a jelent és a jövőt, s az történt, amit te akartál. Terveid előállnak és így szólnak. Nos, itt vagyunk, mert minden utadat előkészítetted és előre látod ítéletedet. Nézd az asszíroknak erős a seregük, dicsekszenek lovaikkal és lovasaikkal büszkék gyalogságuk erejére. Számítanak lángyára és pajzsra, ígyra és paritjára. És nem tudják, hogy te, Jahua, döntöd el a háborúk sorsát. Jahua a neved, hatalmaddal törd meg erejüket, s haragodban morzsolt szét a mi erősségük. Azt tervezik, hogy megszentségtelenítik szent helyeidet. Beszenyezik a sátra dicsőséges nevednek pihenőhelyét, és vasukkal felfordítják oltárodnak szarvát. Nézd, milyen kevélyek, és küld haragodat a fejükre. Adj kezembe nekem az özvegynek erőt ahhoz, amit tenni szándékozom. Ajkaim fortéjával verd meg a szolgát urával és az urat szolgájával. Törd össze egy asszony keze által. Mert a te erőd nem a sokaságban van, hatalmad nem az erőszakosságban, te az alázatosak hatalmassága vagy, az elnyomottak segítsége, a gyengék támasza, az elhagyottak menedéke, az elkeseredettek szabadítója. Igen, Atyámnak hatalmassága és Izrael örökségének hatalmassága. Égnek és földnek adonája, vizeknek teremtője és királya mindennek, amit csak teremtettél, hallgasd meg imámat. Adj nekem csalfa nyelvet, hogy megsebezzem és összezúzzam azokat, akik kegyetlen tervet szűttek szövetséged ellen, szent házad ellen, Sion hegye és a fiaid háza ellen. Add, hogy az egész nép és minden törzs megtudja, hogy te vagy Jahua, minden hatalom és erő hatalmassága, és rajtad kívül senki más nem oltalmazza Izrael népét. Tizedik rész. Így könyörgött Judit Izrael hatalmasságához. Amikor imádságát befejezte, fölkelt a földről, hívta szolgálóját és lejött házába, ahol a szombatokat és az ünnepeket szokta tölteni. Itt levetette a vezeklő ruhát, amelyet viselt, letette özvegyi öltözetét, majd egész testét lemosta vízzel és bekente drága kenettel. Elrendezte fején a haját, befötte turbánnal, aztán az öröm ruhájába öltözött, amelyet férje Manasse életében viselt. Lábára sarut húzott, és föltette nyakláncait, karpereceit, gyűrűit, fülönfüggőit és minden ékszerét. Olyan szép lett, hogy minden embernek magára vonta a tekintetét, aki csak látta. Adott szolgálójának egy tömlő bort és egy korsó olajat, és megtöltött egy tarisznyát árpaliszból készült kenyérrel, száraz gyümölcsel és üres kenyérrel, és ezeket az összekészített holmikat is odaadta neki. Kimentek betilú a kapujához, és ott találták Úziát és a város véneit: Kábriszt és Kamriszt. Amikor meglátták Juditot, arca egészen megváltozott, s ruháját is jól megválasztotta. Nagyon megcsodálták szépségét, és így szóltak hozzá. Atyáink hatalmassága fogadjon irgalmába. Valósítsa meg szándékodat Izrael fiainak dicsőségére és Jeruzsálem felmagasztalására. Judit leborult hatalmassága előtt és imádkozott, aztán így szólt hozzájuk. Parancsoljátok meg, hogy nyissák ki nekem a város kapuját. Ki akarok menni, hogy véghez vigyem, amit mondtatok nekem. Erre megparancsolták a fiatal őröknek, hogy nyissák ki neki a kaput, mint kérte. Meg is tették, s Judit szolgálójával együtt kiment a városbeliek követték tekintetükkel, amíg le nem ért a hegyről és át nem haladt a völgyön. Azt már nem látták többé. Amint egyenesen mentek előre a völgyben, asszír előörsökkel találkoztak. Ezek elfogták és megkérdezték tőle. Hova tartozol? Honnan jössz és hova mész? Így válaszolt. A héberek egyik leánya vagyok, és elmenekültem, mert fölfajátok őket hol a ferneszhez seregetek vezéréhez megyek, hogy igaz dolgokat adjak tudtára. Megmutatom neki azt az utat, amelyen előre nyomulhat, és az egész hegyvidék urává lehet anélkül, hogy emberei közül akár egyetlen embert, egy élő lelket is elveszítene. Amikor az emberek meghallották szavait, arcára néztek, és nagyon szépnek találták. Így szóltak hozzá. Életedet mentetted meg, hogy megelőzted őket, és lejöttél urunkhoz. Menj egyenesen a sátrába, Közülünk néhányan elkísérnek, és átadnak neki a kezébe. Ha színe előtt állasz majd, ne remek, hanem ismételd el neki is, amit nekünk mondtál. Jól fog bánni veled. Kiválasztottak maguk közül száz embert kíséretül, mellé és szolgálója mellé. Ezek holofernes sátrába vezették. Jövetelének híre elterjedt a sátrakban, és az egész tábor összeszaladt amikor Holofernes sátra előtt állt és várta, hogy bejelentsék neki jövetelét, körülvették. Ámélkodtak szépségén és megcsodálták miatt a Izrael fiait. Azt mondták egymásnak, kivetné meg ezt a népet, amikor ilyen asszonyai vannak. Már csak ezért sem volna jó, akár egyetlen embert is meghagyni közülük, mert akik életben maradnak, képesek elcsábítani a földet. Akkor kijött Holofernes őrsége és minden szolgája, és bevezették Juditot a sátorba. Holofernes épp ágyán pihent, aranyas maragdal és drága kövekkel ékesített bíbor függöny mögött. Bejelentették neki Juditot erre kijött sátrának előterébe. Ezüst lámpákat tartottak előtte. Amikor Judit eléje és szolgái elé lépett, arcának szépsége mindenkit megigézett. Judit leborult előtte a földre, de a szolgák fölemelték. 11. rész Holofernes így szólt hozzá. Bátorság asszony, ne remek szívedben! Én ugyanis sohasem tettem rosszat senkinek sem, ha készen volt rá, hogy szolgáljon Nebukadnezának, az egész föld királyának. Ha néped, amely a hegyvidéket lakja, nem vetett volna meg, nem emeltem volna lányzsát ellene. Ők akarták így. Nos, mondd el, miért menekültél el, és miért jöttél hozzánk? de akármiért is a megmenekülésedre tetted. Bátorság, ma éjjel és a következőkön is életben maradsz. Senki sem tesz neked rosszat, hanem jól bánnak veled, mint uram, ne bukad ne zár, király szolgáival szokás bánni. Judit így válaszolt neki. Fogad kegyesen szolgálód szavait, és enged, hogy szolgálód beszéljen színed előtt. Ma éjszaka semmiféle hazugságot nem mondok uramnak. Hallgass csak szolgálót szavára és Elohim szerencsés kimenetelt ad, s nem valóram kudarcot vállalkozásával. Éjén ne, bukad ne zár az egész föld királya, aki elküldött, hogy minden élőt a helyes útra vezes és éljen hatalma. Mert jó voltodból nem csak az emberek szolgálnak majd neki, hanem a mező vadjai, az állatok és az ég madarai is ne, bukad ne zárnak, és házának élnek. Hallottunk bölcsességedről és szellemed leleményességéről. Az egész földön tudják, hogy az egész királyságban te vagy az egyetlen sokra képes ember. Gazdag vagy tapasztalatokban, a hadvezetésben meg bámulatos. Azután tudjuk, mit mondott Achior az általat tartott tanácsban. Betilő a lakói megmentették, és mind elbeszélte, amit mondtál. Valóban, uram és parancsolom, nevesd meg szavait, hanem fontod meg szívedben, mert igazak, a mi fajtánkat nem éri csapás, karnak nincs hatalma rajta, ha nem védkezik hatalmassága ellen. De most hatalmába kerítette őket a bűn. Ám amikor csak bűnös dolgot visznek végbe, mindig magukra vonják hatalmasságuk haragját. Mivel elfogyott az élelmük, és már a vizet is kimérik, úgy döntöttek, hogy kezet vetnek állataikra. Elhatározták, hogy elfogyasztják azt is, amit törvényeivel Elohim megtiltott nekik, hogy ne egyék meg. Elhatározták, hogy megeszik a gabona első termését, a bor és olaj tizedet, amelyet a papoknak adtak és szenteltek, akik Jeruzsálemben a hatalmasságunk színe előtt állátják a szolgálatot. Noha nép közül ezeket senki sem érintheti még a kezével sem. Embereket küldtek ugyanis Jeruzsálembe, hogy mivel az ott lakók is megtették, maguknak is engedét kérjenek rá a fő de amikor az engedélyről értesülnek és élnek is vele, azon a napon kezedbe kerülnek a vesztükre. Mikor én, a te szolgálód, ezt megtudtam, elmenekültem. Elohim küldött, hogy végbe veled a művet, amelyen az egész föld álmélkodik majd, ha a hírét veszi. Szolgálód ugyanis Isten félő asszony éjjel-nappal szolgál az ég hatalmasságának. Nos, most melletted maradok, uram. Én a te szolgálód kimegyek éjjel a völgybe, és ott imádkozom Elohimhez, hogy tudassa velem, mikor követik el vétküket. Akkor visszatérek, és tudtad adom. Akkor vonulj ki egész seregeddel, nem lesz közülük képes senki sem ellenállni neked. Átvezetlek Júdán egészen Jeruzsálembe, és a közepén állítom fel trónodat. Úgy terelem majd őket, mint a pásztor nélkül maradt juhokat, s egyetlen kutya se fog ellened csaholni mindenről előérzetem volt, előre megmondták nekem, és azért jöttem el hozzád, hogy a tudtodra adjam. Tetszett a beszéd Holofernesnek és szolgáinak, megcsodálták Judit bölcsességét, és így szóltak. A föld egyik szélétől a másikig nincs még egy asszony, aki arcra ilyen szép volna, és ilyen okosan tudna beszélni. Holofernes pedig azt mondta, Elohim jót tett, amikor a nép elől ide küldött. A hatalom a mi kezünkben lesz azokra pedig, akik megvetették uramat a pusztulás vár. Szép vagy, beszéded okos, s ha megteszed, amit mondtál, a te hatalmasságod az én hatalmasságom lesz. Te meg ne bukad, ne zár, palotájában fogsz lakni, és neved bejárja az egész földet. 12. rész. Ezután megparancsolt a vezeségbe oda, ahol az ezüst tárgyakat őrizték és rendelkezett, hogy az ő ételéből szolgáljanak fel neki, és az ő borából adjanak neki inni. Judit azonban így szólt, nem eszem belőle, nehogy megütközést keltsek. Elég lesz nekem az is, amit magammal hoztam. Holofernes így válaszolt, mi lesz akkor, ha amit van elfogy, honnan szerzünk neked olyat? A te fajtádból nincs közöttünk senki, Amint igaz, uram, hogy élsz, mondta neki Judit. Szolgálód még el sem költi, amit magával hozott. Jahua már véghez viszi általam, amit tervezett. Akkor Holofernes szolgái sátrába vezették. Éjfélig aludt a hajnali örváltáskor azonban fölkelt. Elküldött Holoferneshez, hogy mondják meg neki. Parancsolja meg az én uram, hogy szolgálóját engedjék ki imádkozni. Holofernes elrendelte őreinek, hogy ne akadályozzák benne. Három napig maradt a táborban, minden éjjel kiment Betilu a völgyébe, és megfürdött a vízforrásnál, ahol az őrség volt. Amikor kijött, könyörgött Jahuához, Izrael hatalmasságához, hogy mutassa meg neki az utat népe fiainak megmentésére. Megtisztulva tért vissza, és a sátrában maradt, amíg este felé az eledát nem hozták. A negyedik nap Holofernes lakomát rendezett, és csak szolgáit hívta meg, a tisztviselőit nem. Így szólt Bagoas Enúkhoz, aki minden vagyonára ügyelt. Menj el, beszéld rá azt a Héber asszonyt, aki nálad van, jöjjön el hozzánk, és egyék, igyék velünk. Szégyen volna ugyanis ránk nézve, ha elengednénk ilyen asszonyt anélkül, hogy együtt lettünk volna vele. Ha nem tudjuk rávenni, mindenki kinevet. Bagoas eltávozott Holofernesztől, bement Judithhoz, és így szólt ne vonakodjék ez a szép lány, hanem jöjjön el uramhoz, hadd tisztelje meg. Igyék velünk bort, vigadjon, és legyen ezen a napon olyan, mint egy asszur fiainak leányai közül, akik Nebukadnezár házában vannak. Judit így válaszolt neki. Ki vagyok én, hogy ellenálljak az én uramnak? Ami kellemes lesz szemében, azt nyomban megteszem, és ez örömömre lesz halálom napjáig. Aztán fölkelt, fölékesítette magát ruhával és mindenféle asszonyi ékességgel. Szolgáló lánya előre ment és holofernes szemben szőnyeget terített a földre. Ez bagorszatta Juditnak mindennapi használatra, hogy azon fekve köldhesse el ételét. Judit belépett és letelepedett. Holofernes szíve dobogni kezdett és a lelke egészen megzavarodott. Heves vágy fogta el, hogy egyesüljön vele, hisz attól a naptól kezdve, amikor meglátta, várta az alkalmas pillanatot, hogy elcsábítsa. Így szólt hát hozzá. Így áll velünk, és légy vidám. Judit azt válaszolta. Iszom is, uram, hiszen születésemtől fogva sohasem tartottam az életet oly sokra, mint ma. Fogta, amit a szolgálója készített neki, aztán evett és ivott a jelenlétében. Holofernes nagyon örült neki, és annyi bort ivott, mint még életének egyetlen napján sem. 13. rész Amikor már későre járt az idő, szolgái igyekeztek elmenni. Bagoas eltessékelte urától, akik még ott voltak, aztán kívülről bezárta a sátrat. Nyugovóra tértek, mert minnyáján fáradtak voltak, hiszen a lakoma sokáig tartott. Judit egyedül maradt a sátorban Holofernesszel, aki a bortól megrészegedve hevert az ágyán. Judit meghagyta szolgálójának, hogy legyen a hálószoba közelében, s mint minden nap most is várja, míg ki nem jön. Azt mondta ugyanis neki, hogy kimegy megy imádkozni, amint Bagoasznak is azt mondta. Minnyáján eltávoztak Holofernesztől, és nem maradt a hálószobában se kicsi, se nagy. Judit odalépett Holofernes ágya mellé, és így szólt szívében – Jahua, minden erőnek hatalmassága, tekints ebben az órában kezem művére, és magasztalt fel Jeruzsálemet. Itt van ugyanis a pillanat örökséged megmentésére, művem végrehajtására, ellenségeid eltiprására, akik fölkeltek ellenünk. Ezzel az ágy oszlopához lépett, amely Holofernes fejénél volt, fogta Holofernes kardját, majd ágyához érve megragadta fején a hajat, és így szólt. Adj erőt, Jahua, Izrael hatalmassága a mai napon. Aztán minden erejével kétszer lesújtotta nyakára és levágta a fejét. Testét lehengergette az ágyról, aztán levette az oszlopról a függönyt. Valamivel később kilépett és odatta szolgálójának Holofernes fejét. Az betette táskájába, és szokásukhoz híven mindketten elmentek imádkozni. Áthaladtak a táboron, végigmentek a völgyön, megmázták Betilu a lejtőjét, és eljutottak kapuihoz. Judit már messziről oda kiáltott a kapuőröknek, nyissátok ki, nyissátok ki a kaput. Jahua a mi hatalmasságunk velünk van, hogy megmutassa erejét Izraelben és hatalmát ellenségeivel szemben, amint ma is megtette. Amint a város lakói meghallották a hangját, sietve lejöttek városuk kapuihoz, és összehívták a város előjáróit a legkisebbtől a legnagyobbig mind összesereglettek, mert már nem remélték, hogy visszajön. Kinyitották a kaput és beengedték őket. Aztán tüzet gyújtottak, hogy lássanak, és körülálták őket. Ekkor Judit harsány hangon így szólt hozzájuk. Dicsőítsétek Jahuát, dicsőítsétek, dicsőítsétek Elohimat, mert nem fordította el irgalmát Izrael házától, hanem mai éjszaka kezem által eltiporta ellenségeinket majd kivette a táskából a fejet, megmutatta nekik, és így szólt. Lám holofernesznek, az asszél sereg vezérének a feje, és itt a függöny is, ami mögött részegen feküdt. Elohim egy asszony keze által sújtotta le. Amint igaz, hogy él Jahua, aki megoltalmazott utamon, tekintetem rászette ugyanezt az embert a vesztére, de azért nem követette a bűnt, nem szennyezett be és nem gyalázott meg. Mérhetetlen lelkesedés kerítette hatalmába az egész népet, úgyhogy leborult és magasztalta a hatalmasságot, ezekkel a szavakkal. Áldunk téged, Elohim, mert ezen a napon megsemmisítetted néped ellenségeit. Uzia pedig így szólt Judithoz. Áldjon meg leányom a magasságbeli Elohim, a föld minden asszonyánál jobban. És legyen áldott Elohim, Jahua az ég és a föld teremtője. Ő vezérelt, hogy fejét vedd ellenségeink vezérének. A bizalom, amiről bizonyságot tettél, nem vész ki soha az emberek szívéből, hanem mindörökké megemlékeznek Elohim hatalmáról. Fordíts ezt Elohim örök dicsőségedre, és ágyom meg minden jóval, mivel nem kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk, s megakadályoztat pusztulásunkat, mert az igaz úton jártál Elohim színe előtt. Az egész nép ráfelelte. Úgy legyen, úgy legyen. 14. rész. Ezután Judit így szólt hozzájuk. Hallgassatok meg, testvérek, fogjátok ezt a fejet, és akasszátok ki a fal ormára. Majd amikor megvirad, és föl kell a nap a föld fölött, mindegyiktek ragadja meg fegyverét, és minden harcra termett férfi vonuljon ki a városból. Állítsatok vezért a csapat élére, mintha a völgybe akarnátok levonulni az asszírok előörséhez, de ne vonuljatok le. Erre megragadják fegyverüket, lemennek a táborba, és fölébresztik az asszír sereg vezéreit, azok meg holofernes sátrához futnak, de nem találják ott. Rémület vesz rajtuk erőt, és megfutamodnak előlünk. Ti és mind, akik Izrael hegyvidékén laktok, üldözzétek és győzzétek le őket menekülés közben. Mielőtt azonban ezt megtennétek, hívjátok ide az Ammonita Achiort hadlássa és had emlékezzék Izrael házának gyalázójára, aki ide küldte, hogy halálát lejje köztünk. Elhívatták hát Achiort Uzia házából, amikor megérkezett és meglátta Holofernes fejét az egybegyűlt népből, az egyik ember kezében, arcra borult és elájult. Amikor fölemelték, Judit lábához vetette magát, leborult előtte és így szólt. Légy áldott Júda minden sátorában és minden nép között, remegjen a félelemtől mind, akik meghallják nevedet. Most pedig beszéld el nekem mind, amit ezekben a napokban tettél, akkor Judit az egész nép hallatára elbeszélte mind, amit attól a naptól tett, hogy elhagyta betiluát, egészen addig az óráig, amelyben beszélt velük. Amikor befejezte beszédét, a nép örömri valgásba tört ki, és újjongása betöltötte a várost. Achior meg azok láttán, amit Izrael hatalmassága tett, szilárdan hitt Elohimben, körülmetéltette előbőrét, és végérvényesen Izrael házához tartozott. Amikor hajnalodott, kiakasztották Holofernes fejét a falra, mindenki megragadta fegyverét, és a hegy lejtőjén csoportokban megindultak lefelé. Amikor meglátták őket, Asszír fiai hírvivőket küldtek vezetőikhez, azok pedig jelentették a dolgot a vezéreknek, a parancsnokoknak és az összes tisztnek. Így jutottak el Holofernes sátorához és szóltak emberének. Kelsd fel, urunkat, mert ezek a szolgák támadást részeltek indítani ellenünk, hogy teljesen megsemmisítsük őket. Bagó az bement a sátorba, és a kárpit előtt tapsolt a kezével, mert azt gondolta, hogy Holofernes Judittal alszik. Mivel senki sem válaszolt, félrehúzta a kárpitot, és belépett a hálószobába ott találta holofernes a küszöbön holtan, a feje le volt vágva. Hangosan felkiáltott, sírt, zokogott, jajgatott, és megszaggatta ruháját. Aztán bement abba a sátorba is, amelyben Judit lakott, de nem találta ott. Erre a nép közé futott, és azt kiáválta. Óti hűtlen szolgák a héberek közül egyetlen asszony szégyent hozott Nebukadnezár házára. Holofernes levágott fejjel hever a földön amikor az asszír vezérek ezt a hírt meghallották, lelküket hatalmába kerítette a rémület, megszaggatták ruhájukat, és az egész tábor vízhangzott kiáltozásuktól és jajgatásuktól. 15. rész Akik még sátraikban voltak és megtudták a történteket, elvesztették a fejüket. Félelem és rettegés fogta el őket, és nem mertek tovább kettem együtt maradni, hanem szétszélettek. Kiki elmenekült a hegyvidék és a síkság ösvényein. Akik betilóa körül a hegyvidéken táboroztak, szintén elmenekültek, izrael fiai pedig minden fegyverforgató ember utánuk erett. Uzi a hírvivőket küldött Betomestaimba, Bebaiba, Kobaiba, Kolába és Izrael egész hegyvidékére, hogy tudassa velük, mi történt, és hívja az egész népet, essen neki az ellenségnek és semmisítse meg. Amikor Izrael megtudták a dolgot, minnyáján utánuk eredtek, és kobáig üldözték őket. Jeruzsálem és az egész hegyvidék lakói csatlakoztak hozzájuk, mert ők is tudtak róla, mi történt az ellenség táborában. A gileádiak és a galileaiak hátba támadták őket, és igen nagy csapást mértek rájuk, amíg Damaszkuszig és határjaikig nem értek. A többiek pedig, akik Betiluában maradtak, az asszírok táborára vetették magukat, kifosztották és nagyon meggazdagodtak. Ami megmaradt, azt a harcból visszatérve Izrael fiai szerezték meg. A hegyvidék és a síkság falvainak és helységeinek lakói is gazdag zsákmányra tettek szert, mert rengeteg volt belőle. Joachim főpap, és Izrael fiai véneinek Jeruzsálemben székelő tanácsa eljöttek, hogy lássák Jahu nagy jóságát, amelyel elhalmozta Izraelt, továbbá, hogy találkozzanak Judittal és köszöntsék őt. Amikor beléptek hozzá, minnyáján áldották ezekkel a szavakkal. Te vagy Jeruzsálem büszkesége, te vagy Izrael nagy öröme, te vagy népünk nagy dicsősége. Ezt mind a saját kezeddel vitted végbe, jót tettél Izráellá és az Elohimnek kedvet ellett benne. Áldjon meg a mindenható Jahua örök időkön át, és az egész nép ráfelelte, úgy legyen. A nép harminc nap alatt fosztotta ki a tábort, holofernes sátrát, az összes ezüst holmiát, ágyát, mosdómedencéjét és minden bútorát Juditnak adták. Ő fogta, összvérére rakta, aztán befogott szekerébe és azt is megrakta. Izrael asszonyai mind összejöttek, hogy láthassák Juditot, s körtáncot jártak, úgy ünnepelték. Judit lombos ágakat vett a kezébe, és az asszonyoknak adta. Majd Judit is, kísérői is koszorút tettek a fejükre olajfágakból, aztán Judit a nép élére állt, és vezette az asszonyok táncát. Izrael férfiai fölfegyverkezve és megkoszorúzva követték, dicsőítő éneket zengve. Amikor Judit egész Izraeltől körülfogva ebbe a dicsőítő énekbe kezdett, és az egész nép együtt zengte vele ezt a dicsőítő éneket. 16. rész Dicsőítsétek hatalmasságomat dobokkal, énekeljetek Jahuának cimbalom kíséretében, zengjetek neki új éneket, és magasztaljátok, hívjátok segítségül a nevét. Mert hadakat eltipró hatalmassága Jahua, táborát népek között ütötte fel, és kiszabadított ellenségeim kezéből. Az északi hegyvidékről leereszkedett asszúr tízezernyi sereggel jött. Annyian voltak, hogy eltorlaszolták a folyókat, lovasaik elárasztották a dombokat. Arról beszélt, hogy fölégeti földemet, kardére hányja az ifjakat, a földhöz veri csecsemőimet, zsákmányulejti gyermekeimet, elrabolja lányaimat. De Jahua a mindenható egy asszony keze által elpusztította. Hősük nem fiatalok kezétől esett el, nem titánok fiai verték meg, nem büszke hősök terítették le. Mérári leánya, Judit fegyverezte le, arcának szépségével. Letette özvegyi ruháját, segített Izrá porba sújtott fiain. Bekente arcát illatszerrel, hajára turbánt kötött, s lenruhát öltött magára, hogy elcsábítsa. Sarúja elbűvölte tekintetét, szépsége fogjulájtett a lelkét, s karcelt át nyakát. A perzsák megremegtek merészségétől, a médek megzavarodtak bátorságától. Alig kiáltottak föl az elesettek, már megrémültek, elesetjeim kiáltozni kezdtek s nyomban megrettentek, alig emelték föl hangjukat, már is menekültek. Lánykák fiai ölték meg őket, a szökevények fiai szúrták át őket, hatalmasságom csataterén lelték halálukat. Új éneket énekelek hatalmasságomnak. Jahua, nagy vagy és dicsőséges, erős, csodálatos és győzhetetlen. Minden teremtményed szolgáljon neked, mert szóltál és lettek, elküldted lelkedet és létrejöttek. Szabadnak nem állhat ellen senki. Alapjukban meginoktak a hegyek és a vizek, a sziklák megolvadtak színed előtt, mint a viasz, de akik félnek, azokhoz írgalmas vagy semmiség minden kellemes illatú áldozat, csak nem semmi minden háj, amit égő áldozatú bemutatunk neked, de aki féli Jahuát, az örökké nagy. Jaj a nemzeteknek, melyek fölkelnek népem ellen. Jahua a mindenható megbünteti őket az ítélet napján. Tűzzel és féreggel veri testüket fájdalmukban örökké jajgatnak. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, minnyáján imádták Jahuát. Miután a nép megtisztult, bemutatták égő áldozataikat, önkéntes áldozataikat és adományaikat. Judit Jahuának szentelte Holofernes minden holmiát, amit a nép neki adott, és a kárpitot is, amelyet maga hozott el ágyáról. A nép pedig három hónapig vigadt a templom előtt, és Judit is ott maradt velük. Mikor ezek a napok elmúltak, mindenki hazament, Judit is visszatért Betiluába és birtokán maradt egész életében megbecsülték az egész országban. Sokan kérték feleségül, de ő egyetlen férfit sem ismert meg életének napjaiban azután, hogy férje Manasse meghalt és megtért népéhez. Hírneve egyre nőtt, amint korban előre haladt férje házában. 105 évig élt, szolgálóját felszabadította, majd meghalt Betiluában, és abban a sírboltban temették el, amelyben férje manassza volt. Izrael háza hét napig gyászolta, halála előtt szétoztatta minden vagyonát férje Manasse és a maga rokonsága között. Izrael fiait nem nyugtalanította többé senki Judit idejében, sem halála után hosszú ideig.